Mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntök és üdvözlök ma este, de legalább ennyi izgalommal is. Marosvásárhelyen lenni, Erdély szívében, egy olyan városban, amit lassan kinevezünk a reménység és a bizakodás fővárosának, igen-igen nagy megtiszteltetés lenni. Nagyon köszönöm azt, hogy ilyen bátrak. Önök itt a legbátrabbak, akik a helyszínen nézik és figyelik ezt az előadást, hiszen megtehették volna azt, hogy kényelmesen egy fotelból, majd a TV képernyői előtt figyelik figyelemmel azt, ami történik. De nem kímélték a fáradtságot, hanem itt vannak közöttünk. Hadd köszöntsem azokat, akik tényleg a televízió képernyőjén keresztül néznek bennünket, figyelik ezt a sorozatot, és köszöntsem azokat is, akik egy gyülekezeti teremben, egy imaházban, a kivetítő segítségével figyelik majd végig ennek az előadásnak minden egyes részletét. Vannak olyanok, akik rádión vagy interneten keresztül követnek bennünket, őket is hadd köszöntsem szeretettel. De hadd áruljak el egy titkot. A családom, bár Angliában él, ők is nézik ezt az előadássorozatot. És most engedjék meg, hogy őket is különösen köszöntsem, a feleségemet és két gyermekemet, hiszen most így a technika segítségével egy ilyen virtuális kapcsolatot létesítünk ővelük. Tudják, hölgyeim és uraim, kedves fiatalok és gyerekek, van egy olyan kérdés, amire meg kell találnunk a megoldást. Ez a kérdés, ez nagyon, nagyon sokunknak a nyugalmát zavarja, nem más, mint a válságnak a kérdése. Bizonyára mindannyian már megtapasztaltuk azt, hogy emiatt a válság miatt nem igazán tudtunk sokszor aludni, nem igazán találtuk azt a nyugalmat a munkahelyünkön, amit azelőtt oly hosszú időn, akár éveken keresztül tapasztaltunk. Ez a válság mindannyiunk számára egy kis csengőt csenget a fülünkbe, és ez a csengő azt jelzi, hogy minden bizonytalan körülöttünk. Ha minden bizonytalan körülöttünk, akkor ez a válság megpróbálja a bizakodásunkat, megpróbálja hitünket, megpróbálja reménységünket, és természetesen ebben az előadásban erre a kérdésre szeretnék kitérni különösképpen. Ahogyan Emil barátom elmondta, eléggé sokat utazom, és 40 ország az a szolgálati terület, ahol végzem ezt a munkát. Éppen Izlandon voltam, amikor Izlandon a gazdasági válság gyakorlatilag a teljes országnak a gazdasági ügyeit megrengette, bankok bezártak, összeomlottak, és az egyébként nagyon kedves, de nagyon higgadt izlandi emberek talán életükben először kivonultak Reykjavik a főváros főterére, és követelték a kormánynak a lemondását. Tudják, elgondolkoztam azon, hogy a válság úgy néz ki, hogy kihozza az emberből azt, amire az ember nem is gondolt volna. Kihozza azt, ami a tartalékokban van, hiszen a válságban mutatkoznak meg értékeink. Izlandon a kormány lemondott. Új kormány került oda, és megpróbáltak olyan intézkedéseket tenni, amivel kielégítik az embereknek a követeléseit. Az emberek azt követelték, hogy vizsgálják ki, mi miatt történt a válság. Vannak olyan bankszakemberek Izlandon, akik most börtönben ülnek, és a vizsgálati anyag mintegy 30 ezer oldalnyi dokumentum, ami alapján pontosan megmutatják, hogy hol, milyen formában történt a hiba, és miért mondott csődöt a gazdasági rendszer ebben az országban. Ott lévén Izlandon egy nagyon érdekes ötletet hoztunk elő a munkatársaimmal, és azt mondtuk, hát ha az embereknek ebben a válságban valami másra is szükségük lenne. Mi lenne, hogyha kinyitnánk a templomainkat, az imaházainkat, reggel 5:30, és ahogyan az emberek munkába tartanak, egyszerűen van egy lehetőségük betérni ezekbe az imaházakba. Képzeljék el, hogy Reykjavikban, Reykjavik központjában tódultak befele az emberek az imaházainkba, senki nem tartott előadást, senki nem olvasott fel a Bibliából, az emberek jöttek imádkozni. Imádkozni, mert rádöbbentek arra, hogy van valaki, aki biztosabb, mint a bank, van valaki, aki biztosabb, mint a pénz, és bár ma azt tudom jelenteni, hogy Izlandon az embereknek igazán nem került veszélybe a megélhetése.
hanem csak a megtakarított pénzüket veszítették el, mégis ezek az emberek elkezdtek egy magasabb fórumra appellálni. Ez pedig a mindenható Isten. Úgy állok itt most önök előtt, mint aki ezen mélyen elgondolkozott. És azt mondtam magamban, hogy ha az emberek Izlandon egy olyan jóléti társadalomban, ahol az egy személyre eső bevétel talán a legmagasabb volt egy bizonyos pontig egész Európában, ezek az emberek, akik a biztonságukat a megteremtett javakban tudták, elkezdenek Istenhez fordulni, akkor van valamilyen titok, amire nekünk rá kell jönni. Bizonyára mindannyian figyelemmel kísértük az egyiptomi eseményeket. Nem régen láttuk azt, ahogyan az egyiptomi elnök lemondott, és most a hadsereg vette át az irányítást, és úgy néz ki, hogy szeptemberben, mire újból Egyiptomba utazok, addigra egy új kormánya lesz ennek a közel-keleti országnak. Azonban azt kell észrevennünk, hogy ami Egyiptomban történt, az nem egy egyedi esemény. Ami Egyiptomban történt, az mint egy gyújtózsinór újabb és újabb forradalmakat indított el afrikai és közel-keleti országokban. Ilyen például Jemen, ilyen például Jordánia, ilyen például Líbia, ahol a líbiai király úgy döntött, hogy ő nem fogja megadni magát olyan könnyen, mint az egyiptomi elnök. Ő nem fog lemondani a hatalomról, hanem belelövet majd a tömegbe, és ezzel bizonyítja az ő hatalmát. Észrevették, hölgyeim és uraim, hogy mennyire érdekes az, hogy ezek a válsághelyzetek, mint gomba, úgy jelennek meg a mai társadalomban. Hadd mondjam azt, hogy a legjobb példa és szemléltetés számomra a bizakodásra és a reménykedésre, az, ami Chilében történt. 2010-ben, augusztusban, Chilében 33 bányász, akiknek a képeit itt tetszenek látni, 700 méter mélyen rekedt a bányában. Több mint két héten keresztül szinte semmit nem tudtak ezekről az emberekről. Ezek az emberek 700 méter mélyen ki voltak téve minden olyan veszélynek, ami a válságba jutott embert érintheti. Néhány könyvet állítottunk ide ki, és az az érdekes számomra, hogy a szakkönyvek bemutatják ugyan a válság kialakulásának az okait. Bemutatják azokat a lépéseket, amelyek oda vezettek, hogy az emberiség, vagy egy-egy ország, vagy egy vállalkozás válságba, vagy csődbe jutott. De nagyon kevés olyan könyv van, amelyik nem csak a tényeket tárja fel, hanem megoldást is mutat. Éppen ezért térnék vissza a chilei bányászok esetére. Több fúrást végeztek a felszínről, és végre, több mint 10 nap után, az egyik fúrás, ami nem volt több 15 cm átmérőnél, elérte azt a tárnát, ahol a 33 bányász tartózkodott. Ezen keresztül aztán ételt, italt tudtak leküldeni, és visszafele a csövön üzeneteket vettek a bányászoktól. Az egyik üzenet, ami a bányászoktól jött, rögtön az első napon, küldjetek Bibliát. Mit gondolnak miért? A pszichológusok és a szakemberek azt mondták, hogy a bánya mélyén, 700 méter mélyen egy összezárt közösség rengeteg veszélynek van kitéve. Például veszekedések, verekedések törhetnek ki, különböző pártok alakulhatnak ki ebben a 33 ember által alkotott közösségben, egymást torkának eshetnek, akár meg is ölhetik egymást, a kannibalizmusnak a veszélye is fennállt, hogyha valakit megölnek vagy meghal, azt majd feldarabolják és megeszik. Örömmel jelentem önöknek, hogy munkatársaim, a chilei adventista egyház közössége 13x8 centiméteres kis bibliákat gyártott le azonnal, és ezen a csövön keresztül eljuttatta, név szerint dedikálva minden egyes bányásznak, és mivel túl kicsi volt ez a biblia, ezért egy nagyítót is belehelyeztek, hogy el tudják olvasni annak üzenetét. Ám de minden bibliának a legelejére oda tették, hogy kérem, olvassa el a 40. Zsoltárnak az első verseit.
És hadd osszam meg önökkel ezt. Hiszen a 40. Zsoltár egy olyan reménységet tartalmazó Zsoltára a Bibliának, ami egyszerűen fantasztikus. Mielőtt a Zsoltárhoz térnénk, hadd mondjam el, hogy természetesen a bányászok nem estek egymás torkának. Természetesen a bányászok barátian viselkedtek egymással, és egyébként naponta elolvasták a 40. Zsoltárt, nem csak az első néhány versét, hanem teljesen végig, és amikor kijöttek ebben a kapszulában, bizonyára önök is, ahogyan én, és a kedves tévénézők, a tévé képernyői elé voltunk ragasztva, és figyeltük azt, hogy hogyan jönnek ki egymás után a bányászok, akikre egyébként a szakember azt mondta, hogy majd valamikor 2010 karácsonyában kerülnek a felszínre, és egymás után térdelnek le, és adnak hálát a mindenható Istennek, mert megmentette őket. Szívet szorongató volt az a jelenet, amikor a csoportvezető odament az ország elnökéhez, felegyenesedett előtte, és azt mondta, elnök úr, jelentem, mindannyian megvagyunk. Az elnök kezet fogott vele, és azt mondta, az ön műszakja most véget ért, hazamehet, és a jól megérdemelt pihenési időszak következik. Mi tehát a titka ennek a könyvnek, amit a kezemben tartok, ami egyébként a legkedvencebb könyvem, és ez az a könyv, ami engem már nagyon sok válságból kivezetett, ez nem más, mint az Isten igéje, a Biblia. A 40. Zsoltár verseit hadd olvassam, amit a bányászok olvastak minden egyes nap. Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat. És kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet. És új éneket adott szájamba, ami Istenünknek dicséretét. Sokan látták, és megfélemlettek, és bíztak az Úrban. Micsoda könyv ez? Micsoda könyv, hogy nem csak tényfeltáró, nem csak azt üzeni a bányászoknak, hogy hát tudjátok, végül is azért kerültetek ebbe a válságba, mert túl sokat furtatok, túl sokat bányáztatok. Nem tudunk más tenni veletek. Ez a könyv nem csak azt tárja fel, hogy mi okozza a válságot, hanem megoldást is kínál. Éppen ezért szeretném, hogyha ezt a könyvet úgy kezelnénk, mint egy válságkezelési útmutatót. Én a magam részéről mindent el fogok követni, hogy minden tudományomat, minden megszerzett ismeretemet megosszam önökkel, hogy hogyan lehet ezt a könyvet oly módon használni, hogy ez a könyv ne csak a vénasszonyoknak a könyve legyen, hanem mindannyiunké, akik tudományosan, akik izgalommal közelítjük meg azokat a dolgokat, amelyek az életnek nagy kérdései. A Biblia egyébként egy önvallomást tartalmaz, és szeretném, hogyha ezt az önvallomását a zsidókhoz írt levélből, a 4. fejezet 12. verséből olvasnám. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívek indulatait. Nem csak a bánya mélyére, 700 méter mélyre hat el a Biblia, hanem elhat az ember szívének mélyére is. Úgy, ahogyan elhatott az én szívem mélyére, úgy van esély arra, hogy mindannyiunk szíve mélyére elhasson. Amikor válságról beszélünk, akkor beszélünk gazdasági világválságról, beszélünk egyébként ökológiai, természeti válságról, és beszélünk a kapcsolatoknak a válságáról. Milyen is ez a gazdasági világválság? Kicsit természetesen utána néztem, és a következőt találtam. A bankok úgy döntöttek, hogy jelzálog hitelt folyosítanak magánszemélyeknek, a magánszemélyek az ingatlanaikra jelzálogot jegyeztetnek be, és ha netalán valaki nem tudja visszafizetni a kölcsönt, akkor elveszik az ingatlanát, és abban az időben magas ingatlanárak voltak, semmilyen kockázatot nem vállaltak a bankok, azt mondták, ez a világnak a legnagyobb üzlete. Igen ám, csak hogy a bankok elkezdtek versengeni egymással.
És azt mondták, hogy ahhoz, hogy mi túlszárnyaljuk a másik banknak a hitelesített összegeit, ahhoz mi nagyobb kockázatot kellene vállaljunk. Ezért már nem nézték meg, hogy ki milyen ingatlant visz be ebbe a jelzálog hitelbe, és nem figyeltek arra, hogy esetleg egy idő után elérheti a plafont az ingatlanoknak az ára, újabb és újabb hiteleket adtak az embereknek, míg végül megtapasztalták azt, hogy egy, az ingatlan árak megálltak, sőt elkezdtek csökkenni, kettő, az emberek nem voltak képesek visszafizetni a felvett kölcsönt. És itt következett a válságnak az első lépése. Tudják miért? Azért, mert a haszonszerzése és a kapzsiság az, ami az embereket motiválta ebben a kérdésben. Hadd állják meg itt egy pillanatra, hogyha ennek a könyvnek a pénzügyi, a gazdasági, a sáfársági elveit vették volna figyelembe a bankárok, a gazdasági szakemberek, a politikusok és a világnak a hatalmasai, akkor ma, 21. század elején nem beszélnénk világválságról. De mivel ezt a szakkönyvet többek között félretették, és azt mondták, nem foglalkozunk mi ezzel, ezért ma világválságot mondunk, és sajnos mindannyian tapasztaljuk ennek a hatását. Ami az ökológiai válságot illeti, a 20. és a 21. században rengeteg olyan ökológiai katasztrófa vagy csapás volt ezen a földön, ami megviselt bennünket. Angliában élek, hadd kezdjem a londoni smoggal. 1962-ben a kén-dioxid oly mértékben és oly koncentrációban jelent meg a levegőben, hogy az emberek egészségét károsította egész Angliában, és ma is vannak olyan tüdőbetegek, akik az londoni smognak a következtében szenvednek. A másik kép, amit mutatok, az az Aral-tó. Ez a világ egyik legmegdöbbentőbb, és az egyik legfájdalmasabb ökológiai katasztrófája. Az Aral-tó 1989-ben 68.000 négyzetkilométer területen helyezkedett el. Tudják, hogy 2 évvel ezelőtt mekkora volt a terület ennek a tónak? A tizede 6.800 négyzetkilométer. Miért? Mert Oroszországban egy öntözési rendszert akartak kidolgozni, és ebben az öntözési rendszerben az összes folyót, ami egyébként táplálta a tavat, elvezették, és a saját profituk érdekében öntöztették vele a földet. Ha csak tovább megyek egy lépéssel, Csernobil. Képzeljék el, hogy 1986. április 26-án itt voltam Marosvásárhelyen, amikor a csernobili erőmű felrobbant. Hány és hány családot keserített meg ez a robbanás? Csak azért, mert emberek nem figyeltek oda, hogy melyik gombot nyomják meg, illetve a termelés és a termelés által kapott profit milyen hatást gyakorol a kapzsiságokra. A Perzsa-öbölben 1991-ben, amikor az iraki hadsereg visszavonult, 700 olajkutat gyújtottak fel. Több mint 1 millió köbméter olaj égett ott el, került be a levegőbe, és így az ökológiai körforgás folytán az egész Perzsa-öböl elszennyeződött. Mit csinálunk mi emberek? Pusztítjuk azt a földet, ami egyébként életet kellene adjon nekünk? Beszélünk globális felmelegedésről. Amikor a sarki égövben jártam, és meglátogattam az egyik legmagasabb ponton helyezkedő kisvárost, ott a város embereivel egy kis beszélgetésbe elegyedtem, akkor azt mondják nekem, hogy képzelje el, globális felmelegedés van, mert itt a sarki égövben, az északi sarki égövben már nem olyan hosszúak a telek, nem olyan kemények a telek, már nincsen mínusz 50 fok, csak mínusz 30 fok, csak, és a nyaraink közben kisüt a nap. Ezt a képet azért helyeztem ide, hogy mindannyian lássuk, hogy vannak óriási jéghegyek, amelyek elolvadnak ennek a globális felmelegedésnek a hatására. Most legyenek őszinték velem. Ha én mondjuk tavaly ilyenkor azt mondtam volna önöknek, képzeljék el, hogy a 21. század technikai arzenálja ellenére mi
Ebben a fejlett világban nem leszünk képesek elállítani egyetlen olajvezetéket, és több mint 5 hónapon keresztül ez ontani fogja az olajat a tengerbe. Önök bizonyára mosolyogtak volna rajtam, és azt mondták volna, hol él ez az ember? Hát ez az ember a múlt században él, hát 21. századot írunk, itt most mi bármit, bármikor a technikai vívmányaink segítségével el tudunk érni. És mi történt a mexikói öbölben? A mexikói öbölben 5 millió hordónyi olaj ömlött ki, pusztítva ezzel az állatvilágot, pusztítva ezzel a parti környéket, mert mi emberek nem voltunk képesek egyetlen egy olajvezetéket elállítani. Most picit mindenki gondoljon a saját otthonára. Mi lenne, hogyha hirtelen kikapcsolnánk az áramot, vagy kikapcsolnák a gázt itt Marosvásárhelyen? Amikor annyi mindenünk árammal működik, amikor annyi mindenhez szükséges a gáz, hogy felmelegítsük a lakásunkat. Csak képzeljék el, egyetlen egy energiaforrás eltűnik, és már is válságban van az életünk. De nem csak ökológiai, hanem kapcsolati válságról is beszélünk. Úgy vagyunk megteremtve, hogy az ember társas lény. És mivel társas lények vagyunk, ezért a kapcsolataink által gazdagodunk és fejlődünk. Ha nem lennének kapcsolataink, ha nem lenne édesanyánk, édesapánk, aki nevel bennünket, ha nem lennének ott a nagyszülők, akkor valószínű, hogy ilyen gügyögő, gagyogó felnőttek lennénk, és nem is biztos, hogy annyira tudnánk járni, és annyira tudnánk gondolkozni. Szükségünk van a kapcsolatainkra. A kapcsolatok nem csak gazdagítanak bennünket, hanem a kapcsolatok ilyen téren hasznot is jelentenek számunkra. Na, itt van az egyik legnagyobb problémája a 21. századi embernek. Mert mi úgy vagyunk vele, és hadd utaljak egy picit így a volt kommunista országokra. Ezekben az országokban úgy vagyunk, hogy nem az számít, hogy mit ismer az ember, hanem az számít, hogy kit ismer az ember, ugye? Hogy melyik ajtón kell kopogtatni, és hova kell adni azt a kávét, vagy azt a csokoládét, vagy azt a bizonyos csomagot, hogy az ügyek elintéződjenek. Hasznot próbálunk húzni a kapcsolatainkból. És a legszomorúbb az, hogy miután a haszon megvan, utána dobjuk a kapcsolatot. Utána azt mondjuk, hogy hát végül is kiszolgáltál akkor, amikor szükségem volt rád, most már mehetsz, nincs rád ennyire szükségem. Válságban vannak a kapcsolataink, és úgy néz ki nagyon sok ember élete, mint egy autótemető. Bizonyára látták már, hogy hogyan néznek ki ezek az autótemetők, ahol a roncs autókat tárolják egyiket a másik fölé. Ha van rajta használható alkatrész, akkor azt még leveszik és eladják, kereskednek vele, de a végén beolvasztják őket, és vége. Nagyon sok embernek a családi és embertársi kapcsolata ilyen. De bizonyára emlékeznek arra, az egészségügyi előadások alkalmával elmondtuk azt is, hogy a kapcsolataink úgy gazdagítanak bennünket, hogy megnövekszik a boldogság érzetünk. Jobban tudunk örülni az apróságoknak. Úgy gazdagítanak bennünket a kapcsolatok, hogy nagyobb állóképességünk van betegségekkel és kórokozókkal szemben. Gyorsabb a gyógyulása annak az embernek, akinek vannak szerető családtagjai. Szükségünk van ilyen kapcsolatokra. Csak képzeljék el, hogy volt egy olyan alkalom, amikor egy férfit szívinfarktussal kórházba szállítottak. A felesége a rohanmentő után tartott az autójával, és amikor bevitték ezt az embert a kórházba, az intenzív osztályra, lélegeztetőgépre kapcsolták, mert leállt a szíve. Az orvosok ott kéztördelve aggódtak, hogy mi lesz ennek az embernek a sorsa. A feleség megérkezett, és azt mondta, hadd menjek be hozzá. Bement a férjéhez, oda ment egészen közel hozzá, a fülébe sugta azt, hogy drágám, itt vagyok. Majd megcsókolta a férjét. És ebben a pillanatban bip, 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 elkezdett a műszer jelezni, hogy elindult a szíve. Ez az ember felépült a betegségéből, és a feleség később így nyilatkozott. Én nagyon örülök annak, hogy 47 év házasság után is a csókon megdobogtatja a férjemnek a szívét. Mit gondolnak önök? Mi dobogtatja meg az önöknek a szívét?
Mi az, amitől azt mondjuk, hogy na ez igen, ezért érdemes volt élni? Van egy függőleges kapcsolat. Ez a függőleges kapcsolat az Istennel való kapcsolat. Ez az, amire az izlandiak elkezdtek ráérezni a válságban, és azt mondták, hogy végül is ez biztosabb, mint a bank. Ábrahámot Isten saját barátjának nevezte. Ábrahám nem volt tökéletes a Biblia szerint, mert ehhez a kapcsolathoz nem tökéletes emberek szükségesek, hanem ehhez a kapcsolathoz olyan emberek szükségesek, akik készek elfogadni a fölülről jövő tanácsot. Szabad tévedni. És a tévedés nem fogja fölülírni a kapcsolatot. A tévedés nem fogja azt mondani, hogy most már vége a mi kapcsolatunknak, nem akarlak benneteket, nem szeretlek benneteket, mert áthágtátok azt, amit mondtunk egymásnak. Isten egy olyan kapcsolatot akar mindannyiunknak ajánlani ma, amit nem lehet elszakítani, és nincs olyan emberi olló, amely elvághatná. Ez az a kapcsolat, aminek értéke van, ez az a kapcsolat, amire érdemes odafigyelni. Ennek az alapja a szeretet. Mert mi mindannyian kedvezettek vagyunk. Isten értékesebbnek látta a tőle elszakadt embert, mint a saját fiát. Jézus Krisztus meghalt a Golgota keresztjén azért, mert Isten azt mondta, nem baj, ha tévedtetek, van megoldás. A tévedésből, a válságból van kiút. És én ezt a kiútat, ezt felajánlom számotokra. Neki nem kedvezett, hogy nekünk kedvezhessen. Ez az alapja a vele kötött barátságunknak. A rossz viszony mindannyiunk életére kihat. Kihat a családi életünkre. Ha nem vagyunk jó viszonyban a házastársunkkal, gondolják, hogy abban a házban, abban a családban van boldogság? Hogyha a kapcsolataink nincsenek rendben, akkor ez az egészségünket is befolyásolja. Munkahelyi teljesítményünkre kihat. Nem tudok úgy teljesíteni, hogyha a kapcsolataim nincsenek rendben. Kihat a pihenésünkre, kihat a kikapcsolódásunkra és az Istennel való kapcsolatunk minőségére. Ugyanebben a Zsoltáros könyvben, amiből a 40. Zsoltárt elolvastam, egy fantasztikus megfigyelést olvashatunk, ez pedig a 32. Zsoltár első verseitől van. Boldog az, akinek hamissága megbocsátatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalátság nincsen. Míg elhallgatnám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Ha elhallgatjuk, ha nem vagyunk jó kapcsolatban egymással, és ezzel a függőleges kapcsolatban nem tesszük bele minden valónkat és lényünket, akkor csak jajgatás és válság lesz a következménye. A Biblia tehát az a fajta szakkönyv, ami nem csak a kapcsolatokat írja körül olyan módon, hogy ezekben a kapcsolatokban mi békességgel tudjuk leélni az életünket, hanem megtanít bennünket élni minden élethelyzetben. Megtanítja túlélni a válságot az embernek. Hányan vagyunk itt olyanok, akik szeretnénk végre a megoldás oldalán látni bizonyos fényt? Mert addig, amíg csak a nagy szöveg megy, addig nem találjuk a megoldást. És a mi értékeink egyébként a válságban tisztázódnak le. Amikor a Bibliának egy másik önvallomását olvasom, és szeretném ezt önök elé is tárni, akkor megremegnek a térdeim, és azon gondolkozom, hogy micsoda bölcsesség van ezek mögött, a szavak mögött. Pál második levelét olvasom a Timóteushoz, ott a 3. fejezet 16. versét. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Úgy néz ki, hogy a jó cselekedetek kulcs a válság megoldásában. És ezt szeretném egy bizonyos értelemben igazolni is önöknek. Jézus Krisztus azt mondja számunkra, nekünk meg kell tudni határozni, hogy
melyek azok az értékek, amelyeknek prioritást biztosítunk az életünkbe. Ebben a könyvben, amikor Jézus szól hozzánk, akkor egy nagyon melegszívű, egy olyan üzenetet kapunk tőle, ami fellelkesít. Jézus úgy beszél hozzánk, mint aki nagyon jól ismeri a válságban lévő embert. Az egyik legismertebb prédikációjában, a hegyi beszédben ezt mondja. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk. Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van. Hanem keressétek először az Istennek országát, és az ő igazságát. És ezek mind megadatnak néktek. Jézus azt mondja, hogy minden, ami a földi léttel kapcsolatos, ebben a kapcsolatban megadatik nékünk. Ebben a válságban mindannyian tudjuk, hogy vannak terhek, és vannak keresztek. A terhek és a keresztek között nem mindenki tud különbséget tenni, ezért szeretnék mindenkinek a segítségére jönni ma este. Vannak bizonyos terhek, amelyeket viselnünk kell, és nagyon jól tudják önök is, hogy vannak közterhek, amik a politikusok, az ország vezetői rónak ránk, és vannak családi terhek, illetve kapcsolatainkból adódó terhek, amiket viselnünk kell. De van kereszt, és a kereszt azt mindig önkéntesen veszi fel az ember. Márk evangéliumában Jézus hozzánk fordul, és nem csak a tanítványokhoz, hanem mindenkihez, még a tévénézőkhöz, még a rádióhallgatókhoz, a jelenlévőkhöz szól, és ezt mondja. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Valaki pedig elveszti az ő életét, én érettem, és az evangéliumért, az megtalálja azt. Furcsa tanács. A világ pontosan az ellenkezőjét üzeni. Azt üzeni, hogy megérdemled, mert te vagy a legjobb. És hogyha eljössz erre a tanfolyamra, mi úgy felépítjük az énedet, hogy senki és semmilyen stressz nem tudja ezt lerombolni. Mire a Biblia jön és azt mondja, hogy nem teljesen így vannak a dolgok. A dolgok úgy vannak, hogy mi együttesen vállalunk bizonyos terheket, és együttesen vállalunk bizonyos kereszteket azért, hogy mindenkinek jobb legyen. A világ azt üzeni, hogy a birtokolt javakban mérhető, hogy, és abban, hogy mennyire könnyen élünk az életnek a szépsége. Milyen autód van, milyen házad van, milyen munkahelyed van, és mennyi a fizetésed. Mindazt, ami zavarhat, mindazt, ami nehéz lehet, amiért küzdeni kell, azt add fel, és azzal ne foglalkozz. Ezzel szemben egészen mást mond a válságkezelési tankönyv, a Biblia. Először is elmondja azt, hogy a kereszt hordozás az mindig, de mindig önkéntes. Önkéntes döntésen alapul, és amikor Jézus tanácsa elhangzik, akkor nem azt érezzük, hogy megfogták a fülünket, és azt mondják, hogy ha te nem veszed fel azt a keresztet, akkor meg lesz csavarva a füled. Hanem azt mondja, hogy mindenkinek joga van döntésének az alapján felvenni egy olyan keresztet, amivel segíthet másnak kilábalni a bajból. Van egy kihívás, ami jön felénk, és azt kérdezi, van kereszted? Na most itt van az, amikor nagyon sokan félreértik a keresztnek a kérdését. Hadd mondjak néhány példát. Ha elmegyek az orvoshoz, és egy gyors vérvizsgálat után az orvos azt mondja nekem, hogy önnek kérem, cukorbetegsége van, és mától kezdve, úgy, ahogyan a nagymamája, inzulinon fog élni. Szóval, hogy tessék, hát én ezt nem akartam. Kereszt a cukorbetegség, vagy teher? Mit mondanak önök? Hogyha abból indulunk ki, hogy a keresztet önkéntesen vállalja az ember, akkor a cukorbetegség az teher, de nem kereszt. Én még olyan emberrel életemben nem találkoztam, aki letérdelt volna, és azt mondta volna, hogy ó, Istenem, adjál nekem cukorbetegséget. Nincs ilyen ember a Földön. De ha cukorbeteg valaki, azt a terhet neki viselnie kell. Ha egy hurrikán, egy óriási vihar leviszi a házunknak a tetejét, hadd kérdezzem meg, ez teher vagy kereszt?
teher. Miért teher? Mert nem önkéntesen vállaltam, nem azt kértem az estéli imádságunkban, hogy óram, hallottam az amerikai hurikánokról, küldjél egyet ide Marosvásárhelyre is, hadd vigye le a házamnak a tetejét. Nincs ilyen ember, aki így imádkozna. Ha valaki meghal a családunkban, és vállaljuk az abból kifolyólag összes terhet és gyászt, teher az vagy kereszt? Teher. De nem kereszt, mert nem imádkoztunk azért, hogy egy szerettünk aludjon el, vagy fejezze be földi pályafutását. Mit tegyünk tehát a mi terheinkkel? Jézus hozzánk fordul, és azt mondja, ha terhed van, gyere hozzám. A Máté evangélium a 11. fejezetében a 28. vers fantasztikusan mondja azt, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket, mert ő az, Ézsaiás szerint, aki a betegségeinket viselte, és a fájdalmainkat hordozta. Ő pontosan tudja, hogy mi megyünk keresztül. Tehát a kereszthordozás mindig önkéntes. Egy olyan feladatot vállalok, amikor lemondok valami nagy-nagy álmomról. Fiatalok, ha úgy döntöttetek, hogy ebben az évben egy új telefont vesztek, mi lenne, hogy azt mondanátok, hogy nem ebben az évben veszem meg, hanem jövő évben, és ebben az évben segítek valakin, akinek nemhogy telefonja, kenyere nincs. Na ez az, amikor elkezdem a keresztet vállalni. Ez az, amikor segítséget nyújtok embereknek, amikor önmegtagadást vállalok. És a válságban ebből van a legkevesebb. Egy anyuka palacsintát sütött a két kisfiának. És mindannyian tudjuk, hogy az első palacsintának a kivárása a legfájdalmasabb és a legveszélyesebb. A két kisfiú szinte egymásnak esett, és azt mondja, az enyém az első palacsinta, nem, az enyém az első palacsinta. És veszekedtek. Mire az anyuka próbálta gyorsan-gyorsan keverni a masszát, hogy minél előbb süljön már meg az első palacsinta, és hirtelen egy ötlete támadt, és azt mondta, gyerekek, miért veszekedtek? Hadd kérdezzek tőletek valamit. Ha az Úr Jézus itt lenne, ő mit csinálna? Az idősebbik fiú mosolyogva azt válaszolja az édesanyjának, ha az Úr Jézus itt lenne, akkor ő a testvérének adná az első palacsintát. Majd ránézett rögtön a kis öccsére, és azt mondja, ma te leszel az Úr Jézus. Tetszenek látni, hogy nagyon könnyű azt mondani az embereknek, hogy te vállaljál feladatot, te vállaljál terhet, te vállaljál keresztet, én meg élem a magam kis életét. A kereszthordozás szeretetből fakad. Nem véletlenül fordul elő, nem olyasmi, amit nem tudtam elkerülni, és kénytelen vagyok megtenni. Nem. A kereszt, amit másért akarok tenni, az mindig szeretetből fakad. És ez a szeretet cselekedete, ez az, amit önkéntesen vállalok olyan emberekért, akik soha nem készek visszafizetni azt. Hadd osszak meg önökkel egy személyes tapasztalatot. Szudán, Afrikának az egyik legnagyobb országa, és nem sokára ketté fog oszlani Észak- és Dél-Szudán területre. Ez a legkedvencebb hely, ahova bármikor, bármelyik pillanatban megyek. Mert számomra ez egy kereszt. Olyan embereket találtam ott, amilyeneket mondhatnám még Erdélyben sem. Ez egy szállodai szoba, ahol laktam. $50 fizettem ezért a szállodai szobáért. És így néz ki belül. Ez volt az ágyam. De a legfontosabb eleme ennek a szobának az a rózsaszínes, lilás szúnyogháló. 200 fajta malária betegség van Szudánban. Ha egyet is elkap az ember, az első nap azért imádkozik, hogy Isten gyógyítsa meg. A második nap meg azért imádkozik, hogy Isten engedje meghalni. Mert olyan fájdalmas, és olyan kínokon megy keresztül az ember. Ezekért az emberekért bármikor, akár holnap is indulnék Szudánba. Ez annak a szállodának a fürdőszobája részlegéhez tartozó boiler, ahol a vizet melegítették. Ide mentünk minden reggel és este, ahol vizet merítettünk abba a kis műanyagtálba, majd pedig bementünk a fürdőszobába, és ez az a fürdőszoba, ahol az ember lemossa magáról az összes ilyen szúnyog elleni krémet,
És kiteszi magát teljesen az összes szúnyog támadásának. Én még ennyiszer nem mosakodtam imádkozva, mint Szudánban. Mert tudtam, hogy csak a Jóisten az, aki meg tud óvni engem azoktól a betegségektől. Ez ugyanebben az országban, a fővárosban, egy másik lakhelyem. Nagyon fontos, hogy szúnyogháló alatt alhasson az ember, és simán vállalom azt bármelyik pillanatban, hogy a földön alszom, és itt Marosvásárhelyen, meg önök, ha egy kényelmes otthonból nézik ezt az előadást, tudják meg, hogy olyan luxusban élünk, amit még soha emberi szem nem látott ebben az országban. Ez egy templom. De ebben a templomban emberek vannak. Olyan emberek, akik fél órával a kezdés előtt érkeznek, és elkezdenek énekelni. Ezt a templomépületet a termeszhangyák 6 év alatt teljesen megeszik. Mert szeretik azt a fajta füvet, amivel a tető készült, és lehozzák a füvet kis vájatokban a falban, és az első szél 6 év után teljesen romba dönti az egész épületet. Ez egy iskola, ahol 200 diák tanul egyetlen egy osztályban, és büszkék arra, hogy tudnak írni, olvasni és számolni. Micsoda körülmények között élünk mi ma itt. Amikor Isten igéjét hirdettem ott, ebben a városban, döbbenetes, hogy milyen figyelemmel hallgatják az emberek. Az igéhirdetés után a lelkész meghívott az otthonába. A lelkész szerencsés, mert nem csak egy háza van, hanem konyhája is van. A konyhában itt főtt az az étel, amivel megkínáltak bennünket. Bementünk a házába, 4 voltunk vendégek, csak 4 fértünk el a kis asztal körül, megettük az ételt, majd ránéztem erre a fantasztikus emberre, és azt mondtam neki, hogy testvérem, én felállok innen, te ülsz ide, és a feleséged, és ti fogtok enni. Majd rám nézett, és azt mondta, hogy nem, mi ma nem eszünk. Mondom, miért? Böjtöltök? Azt mondja, nem. Mert nem maradt. És én sírva mondtam neki, hogy én nem azért jöttem ide Angliából, hogy megegyem a ti ételeteket. Mire ő azt mondta, hogy nem testvérem, te teljesen félreértesz engem. Én, ha kell, egy hétig nem eszek, csak gyere el még egyszer hozzánk. Ilyen emberek élnek ebben az országban, és ezért bármikor vállalom azt a keresztet, hogy oda megyek életem kockáztatása árán is. Jézus keresztje szeretetből fakadt. Mert a szeretet olyan emberek felé nyújt kezet, akik szeretetre nem méltók. Talán első látásra úgy látjuk őket, hogy nem, ezek az emberek nem alkalmasak, és nem érdemlik meg a szeretetünket, és nem is fizethetik vissza. Hadd mutassam be a kislányomat, Virágot, aki egy kis szívet tart a kezében. Mi lenne, ha behelyettesítenénk a szeretet himnuszába a szeretet helyett a kereszthordozót, aki a válságból kilábal? A kereszthordozó hosszú tűrő, kegyes. A kereszthordozó nem irigykedik, a kereszthordozó nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem keresi, nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. Mert a szeretet olyan, mint az édesanyának a szeretete. Annak az édesanyának, aki Manhattanben a 8 éves leukémiás kislányával bement a kórterembe, hogy ott szemtanúja legyen a kislányának a halálának. És amikor üvölteni tudott volna, és kiszaladt a folyosóra, hogy fájdalmában kifejezze, hogy miért ő és miért nem én, akkor a mellette lévő ajtó is kinyílt, kijött könnyes szemmel egy nővér, ránézett az anyukára, akiről tudta, hogy mi történt, átölelte, és csak annyit mondott neki. Abban a kórteremben egy anyuka halt meg, aki árván hagyott egy 8 éves kisfiút. És ebben a mérhetetlen nagy fájdalomban az anyuka úgy döntött, hogy örökbe fogadja azt a kisfiút, és felvállalja azt a keresztet. Tetszenek látni, hogy mit jelent a keresztet vállalni? A kereszthordozás könnyű és nehéz egyszerre. Miért éppen én kezdjem el kérdezni az ember? Hogyan kerülünk ki ebből a válságból? Miért pont én? Bocsánat, de hát én elég nehéz munka árán szereztem meg azt, amink van. Nem tehetem. Nem tehetem, hogy lemondok erről a kényelemről, és holnaptól kezdve elkezdek segíteni az embereken. Hát mit gondol maga rólam? Én nem tudom, hogy mit gondolnak önök. Én egy dolgot tudok. Hogyha ki akarunk lábalni ebből a válságból, nekünk meg kell fogni egymás kezét.
Mahatma Gandhiról feljegyzi azt a történelem, hogy amikor nem tudott dönteni, benyúlt a fiókjába, és kivett onnan egy képet és egy könyvet. A kép Jézus Krisztus arca volt. És megkérdezte, hogy mit tenne Jézus. És erre kinyitotta a könyvet, és elolvasta, hogy mit tenne Jézus abban a helyzetben. És így állandó tisztelője volt Jézus Krisztusnak. Egy újságíró hallott erről, és megkérdezte, miért nem lesz ön is keresztényé, ha már annyira csodálja Jézus Krisztust? Gandhinak egyszerű válasza volt. Ha találkoznék egy keresztényjel, akkor fontolóra venném, hogy én is azzá legyek. A Kárpát-medencében, drágáim, mi egy keresztény nemzetként vagyunk itt. És ha nem fogunk össze, ebből a válságból nem tudunk kilábalni. Ezért szükséges az, hogy összefogjunk. Jézus azt mondja megoldásként, vegyük föl a keresztet. Nem azt mondta, hogy vegyünk egy keresztet a kezünkbe, ami kabalaként távol tartja a problémákat, se nem azt mondja, hogy a nyakunkba vegyünk egy nyakláncot, amin rajta van a kereszt, hogy jobban nézzünk ki, hanem azt mondja, hogy önkéntesen, szeretetből tegyünk jót a körülöttünk lévő emberekkel. Három fiatal úgy döntött, hogy egy olyan városba látogat, ahol nem volt még keresztény közösség. És ott egy ember bekopogtatott hozzájuk, aki mindenféle rothadt gyümölcsöt és zöldséget kínált fel nekik. Egyből megvették a rothadt zöldséget és gyümölcsöt. Ez a hajléktalan ember felkínálta nekik, ők megvették. Egy idő után meghívták, hogy énekeljen velük. Keresztény énekeket, amiket a nagymamájától hallott ez az idős ember. És képzeljék el, még harmonikázni is tudott. És a fiatalok azt mondták, felhívunk minden ismerősünket, minden barátunkat, küldjenek cipőket, ruhákat, pulóvereket, ingeket ennek az embernek. És a következő héten megérkeztek a csomagok. Berakták egy nagy dobozba, elvitték a kis kunyhójához, bekopogtattak, és elbújtak. És az öreg örömmel húzta be a csomagot. Következő alkalommal jött, és azt mondta, gyerekek, jó az Isten! Mondják, miért jó az Isten? Azért, mert csütörtökön egy óriási nagy csomagot kaptam mindenféle jóval. Azt mondja, énekeljünk egyet. Majd megállt az ének közben, és azt mondta, jó az Isten. Tudjátok miért? Hát persze, mert kaptál egy csomagot. Nem azért. Azért, mert csütörtökön elmentem, és találtam egy olyan családot, akiknek szükségük volt még jobban, mint nekem azokra a dolgokra, ezért odaadtam mind nekik. Ez a keresztvállalás. Arra kérem önöket, hajtsunk fejet, és imádkozzunk. Jó atyánk, köszönjük te neked, hogy te adtad a válságkezelés kézikönyvét, a Bibliát. Arra kérünk, segíts fellapozni ezt. Segíts mindannyiunknak meglátni, hogy mi a kereszt, amit örömmel, szeretetből, más emberek segítésére vállalhatunk. Tedd meg ezt, Istenünk! A Jézus nevében. Amen.